Sziasztok! Ez a mai videó nagyon izgi lesz több szempontból is. Egyrészt, mert csupa új sminket fogok kipróbálni, és megosztom veletek az első benyomásaimat ezekkel a termékekkel kapcsolatban. Másrészt, ezek nem akármilyen sminkek, hanem majdnem az összes, amit kipróbálok, valamilyen vízálló smink, ugyanis mostanában elég sok ilyen jellegű terméket kaptam tesztelésre cégektől, hát ugye itt van a nyár, mindenkinek melege van, meg izzad, meg strandra jár, meg fesztiválokra, és hát most ezek a vízálló sminkek, ezek ugye nagyon népszerűek, és a videóban tényleg tesztelni fogom, hogy vízállóak-e, hogy hogyan, az majd kiderül. És a harmadik dolog, ami miatt izgi ez a videó, az az, hogy valahol a videóban elrejtettem egy nyereményjátékot, úgyhogy ha szeretnétek rajta részt venni, akkor kénytelenek lesztek végignézni ezt a videót. De azért remélem, hogy ez nem akkora áldozat nektek, mert tényleg egy nagyon kis szuper csomagot állítottam össze, szóval remélem, hogy örülni fogtok. Még mielőtt elkezdenék sminkelni, nagyon örülnék neki, hogyha feliratkoznátok a csatornámra, hogyha még nem tettétek meg, illetve nyomjátok meg a kis csengő gombot is, mert akkor kaptok értesítést, hogyha új videót töltök fel, és akkor biztos, hogy nem maradtok le róla, illetve kövessetek Instagramon és Facebookon is, minden elérhetőségemet megtaláljátok a videó alatti leírásban, úgyhogy akkor most nézzük ezeket a vízálló sminkeket. Az első dolog, amivel kezdeni fogom, az mondjuk pont nem egy vízálló smink, de amikor posztoltam róla Instagramra és Facebookra, akkor rengetegen írtátok, hogy kíváncsiak vagytok rá. Ez a Catrice Prime and Fine pórus eltüntető primer hosszantartó lágy fókusz effekttel, nagyon izgalmasan hangzik, és megmondom őszintén, hogy én is eléggé kíváncsi vagyok rá, úgyhogy ezt fogom primerként használni, ilyen kis barack színű primer. Na nézzük. Igen, azt már látom, hogy valóban van egy ilyen mattító, halványító hatása, hogyha lehet ilyet mondani. Eléggé szilikonos textúrája van, szóval aki nem szereti a szilikonos primereket, annak nem ez lesz az igazi. És így néz ki az arcom, miután felvittem ezt a Catrice Primert, hát én úgy látom, hogy valóban van egy ilyen bőrkisimító hatása, olyan, mintha picit így elhalványítaná a bőrtökéletlenségeket, tehát egyelőre tetszik nekem, reméljük, hogy tartósá is teszi majd a sminkemet. Az alapozó, amit használni fogok, az a Clinique Fit alapozó. Ez egy kifejezetten sportoláshoz kifejlesztett alapozó. Bírja a vizet, illetve az izzadságot is. 40-es fényvédő van benne, és ez a 0,3-as light medium árnyalat, ami nem biztos, hogy jó lesz nekem, de szeretném kipróbálni. Nagyon-nagyon folyós állaga van, tehát ez így konkrétan szétfolyik a kezemen, és most azon imádkozom, hogy ne folyjon le a ruhámra. Annyira nem vészes egyébként a színe. Ahogyan az előbb is mondtam, nagyon-nagyon híg a textúrája ennek az alapozónak, és ahogy viszem fel a bőrömre, olyan, mintha nem is kennék fel semmit, tehát annyira könnyű. Így néz ki az arcomon ez a Clinique Fit alapozó. Egy picit valóban elüt a bőrszínemtől ez a 0,3-as árnyalat, de azért annyira nem vészes, mint ahogy én ezt elsőre gondoltam. Úgy látom, hogy ez egy mattító hatású alapozó, és nagyon-nagyon könnyű viselet, tehát olyan, mintha nem is lenne rajtam alapozó, egyáltalán nem nehéz, és ez mindenféleképpen jó hír. Hát nyilván, hogyha az ember sportol, akkor nem azt akarja érezni, hogy alapozó van az arcán. Tudom, hogy sokan egyáltalán nem is sminkelnek sportolás közben, de vannak, akik igen, és nekik ez egy jó választás, mert tényleg nagyon könnyű viselet, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy hogyan teljesít majd. Sajnos vízálló korrektorom és púderem nincsen itthon, úgyhogy azt fogom használni, ami van. A szemem alá a Maybelline Master Conceal korrektort húzom fel, ez a 10-es fair árnyalat, ez egy eléggé jól fedő és tartós korrektor, a T-zónámat pedig a Rimmel Stay-matte púderrel fogom lemattítani. Készen vagyok a korrektorral, illetve a púderezéssel. Az arcomra ezt a Catrice Blush Box víz és izzadság álló pirosítót fogom felvinni. Ez a 0,20-as Glistening Pink árnyalat. Nem tudom, hogy ez mennyire pigmentált, úgyhogy óvatosan bánok vele. Ó, hát eléggé. Nagyon szép színe és fénye is van. Tehát ez nem egy matt pirosító.
ami egyébként nem baj, mert hogy highlightert nem fogok használni, ugyanis vízálló highlighterem az nincsen. Nagyon szép ez a pirosító, nagyon-nagyon tetszik. És amíg vízálló is, meg az izzadást is bírja, akkor azt hiszem ez nagy kedvencem lesz így nyáron. Még mielőtt rátérnénk a szemsminkre, ajakradét fogok használni, ezt igazából a sminkelés elején kellett volna, de csak most jutott eszembe. Ez nem vízálló, viszont újdonság, ez a Catrice Lip Sugar Scrub and Balm ajakradír, illetve ajakbalzsam kettő az egyben. És nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez milyen. Érzem a radírozó hatását, de azért annyira nem durva. Szóval ahhoz, hogy érezzek valamit a radírozó hatásból, eléggé sokat fel kellett kennem, és most így elég furán néz ki a szám. Nem rossz, de annyira nem vagyok tőle elájulva, megmondom őszintén, mert nagyon sokat fel kellett vinnem belőle. Letörlöm a felesleget, mert ennyit biztos, hogy nem fognak beszívni az ajkaim. Na, és akkor jöhet a szemsmink, amihez nem hoztam ide, ami kelleni fog. Király! És akkor jöhet a szemsmink, amihez a Pupa Made to Last folyékony vízálló szemfestéket fogom használni. Ez a 006-os árnyalat, ez egy ilyen kis tubusos, applikátoros szemfesték. Ez valami gyönyörűséges ez a szín, szóval nézzétek meg, hogy fénylik. Mennyire szépen csillog, úristen! Meglátjuk, hogy kell-e belőle több réteg, de nagyon szép, úristen, annyira gyönyörű, nagyon szép fénye van, imádom, már most. Kell még ebből egy réteg? Szerintem teszek még rá. Így néz ki a szemhéjamon ez a Pupa folyékony szemfesték. A folyékony egyébként egy picit megtévesztő, mert nyilván nem úgy folyékony, hogy szétfolyik, inkább egy ilyen krémes állagot képzeljetek el, de tényleg gyönyörű fénye van, gyönyörűen csillog, nagyon könnyen el lehet dolgozni. Még egyelőre úgy érzem, hogy nem kötött meg a szemhéjamon, de valószínűleg ez meg fog történni rövid időn belül. És akkor azt hiszem eljött az idő, hogy beszéljünk a nyereményjátékról. Van itt egy cuki kis neszeszer, amiben összeválogattam nektek egy csomó szuper dolgot. Itt van például ez a Revolution szemöldök pomádé, aztán van itt egy Pupa Lasting Color Shock körömlap, egy Essence Adventure Awaits limitált kiadású ajakrúzs, egy ilyen cuki kis níve a testápoló, egy Revolution Highlighter, van itt ebből a Pupa folyékony vízálló szemfestékből is egy nagyon szép ilyen ezüstös árnyalat, aztán van itt még egy Catrice Velvet Matte ajakrém, illetve egy Avon Aqua Vibe Love Now, ez gyakorlatilag ilyen testfelmet. Hogyha szeretnétek részt venni ezen a nyereményjátékon, akkor arra szeretnélek kérni titeket, hogy nyissátok le a videó alatti leírást, és ott el tudjátok olvasni a nevezési feltételeket. Úgy érzem, hogy mostanra nagyjából már megkötött a szememen ez a szemfesték. Most nem fogom túlvariálni ezt a sminket, mert ahogyan mondtam, most kifejezetten vízálló termékeket szeretnék kipróbálni, és hát vízálló szemhéjpuderem az nincsen, úgyhogy most csak ez lesz a szememen, illetve szempillaspirál, amiből kettő is van, és úgy gondoltam, hogy mindkettőt kipróbálom, egyiket az egyik szememen, másikat a másikon. Az egyik szempillaspirál az a Catrice The Little Black One vízálló szempillaspirál, aminek ilyen tök érdekes, ilyen bőrhatású csomagolása van, szilikonkefés, és meglepően picike a keféje. Na nézzük, mit tud. Nem rossz, de így elsőre nem vagyok annyira elájulva tőle. Picit bök ez a kefe. És alul is kifestem a pilláimat. Tehát a jobb szememre ezt a Catrice szempillaspirált vittem fel. Hát az igazság, hogy annyira nem vagyok tőle elájulva. Meglátjuk, hogy valóban vízálló-e. És a másik szememre pedig a The Body Shop Lash Sport szempillaspirált viszem fel.
ez szintén vízálló, és ennek nem szilikonkeféje van, hanem ilyen hagyományos. Na, ez már jobban tetszik. Ez már jobban bejön, mert szépen szétválasztja a pillákat, ível is. Meg én úgy látom, hogy dúsít is. Szóval, ha a kettő közül választanom kell, akkor inkább a The Body Shopot választom, de szerintem, ha megnézitek a szempilláimat, akkor látszik a különbség. És akkor most jöhetnek az ajkak. A L'Oréal Infallible 24 órás, kétlépéses, tartós ajaklúst fogom használni. Ez így ebben a formában már nem biztos, hogy kapható, viszont ennek kijött egy új verziója, ami szerintem majdnem ugyanaz, mint ez, csak annak egy ilyen színezett ajakbalzsam van a másik végén. Úgyhogy én most a régi verziót fogom használni, de tulajdonképpen nagyon hasonló az is, amit most lehet kapni a boltokban. Felvittem az első lépést, úgyhogy most várok egy picit, és akkor utána felteszem az ajakbalzsamot. Na, felvittem a második lépést is. Egyébként ez nem egy újdonság számomra, ezt már használom egy ideje, és nagyon-nagyon szeretem, tényleg baromi tartós, és egyszerűen gyönyörű ez a színja, azt nem mondtam, hogy ez a 213-as Tuzsúr Tíberi árnyalat. Ha valahol esetleg látjátok még, akkor tényleg érdemes lecsapni rá, mert egy nagyon szuper tartós ajakrúzs. Készen van a sminkem, úgyhogy jöhet a fixálás. A Puba Sport Addicted sminkfixálót fogom használni, ami kifejezetten sportoláshoz lett kitalálva, tehát ez is egy víz, illetve izzadság álló sminkfixáló. Ebből jön valami egyáltalán? Annyira finom ez a permet, hogy olyan, mintha nem is jönne belőle semmi. Az illata viszont finom, ilyen nagyon kellemes, frissítő illata van. És akkor most jöjjön a teszt, vagyis megnézzük, hogy tényleg vízállóak-e ezek a sminkek, amiket használtam. Eredetileg azt terveztem, hogy lenyomok egy izzasztó tornát, és utána megnézzük, hogy hogy néz ki a sminkem, de sajnos ez most nem fog összejönni, úgyhogy azt találtam ki, hogy fogok egy ilyen arcpermetet, ez tulajdonképpen egy ilyen vizes permet, és ezzel jó alaposan befújom az arcomat, és meglátjuk. Fújok még egy kicsit. Na hát most már tocsog mindenem. Egyelőre, ott miért az a szempillám alatt? Itt valami lejött. Hozzáérek a... Nézzétek csak! Ez a Catrice szempillaspirál, ez... hát ez elkezdett maszatolódni. Nézzük meg a Body Shopot. Body Shopos az nem. Na, hát ez tök jó hír, mert ez azt jelenti, hogy a Body Shopos tényleg vízálló, a Catrice az viszont sajnos elkezdett a víz hatására elmaszatolódni. Nézzük a szemfestéket. A szemfesték az marad a helyén. Nagyon jó. Úristen, ez zseniális, ez zseniális, ez tényleg nem moccan ez a szemfesték. Láthatjátok a szememen is, hogy nem moccan, meg igazából az ujjamon sincsen semmi. Ezt imádom. A rúzsom az marad a helyén, az igazából víztől, meg ilyen nedves dolgoktól abszolút nem fog moccanni. Talán a zsírosabb, olajos ételek azok, amik egy picit leoldhatják, de egyébként nagyon szép egyenletesen kopik ez a rúzs. A pirosító szerintem maradt a helyén, tehát így nem látom, hogy elmászott volna. Viszont azt fogom csinálni, hogy leitatom a vizet az arcomról, és akkor meglátjuk, hogy lejön-e a pirosító. Nézzétek csak, semmi nincsen
törölközön, úgyhogy a pirosító is tényleg vízálló. És hát látszik is, hogy ott van még az arcomon, szóval abszolút nem tűnt el. Látszódik a fénye is, hát ez nagyon jó. Tökre örülök neki. A homlokomat azért nem akarom ezzel a törölközővel áttörölni, meg így a T-zónámat, mert tudod, ugye tettem a Rimmel púderből, ami nem vízálló, tehát valószínűleg az így lejönne, hogyha most így elkezdeném törölgetni a törölközővel, viszont próbálom így az arcom többi részét tapogatni vele, hogy meglássuk, hogy az alapozó mennyire jön le, de igazából abszolút semmi nincsen a törölközőn, úgyhogy valószínűleg az alapozó is valóban bírja a sportolást, illetve az izzadást. Hát egyedül ez a Catrice szempillaspirál, ez sajnos nem tudom, hogy esetleg többet kellett volna várni, hogy ez megszáradjon, mert egy réteget tettem csak fel, tehát még azt sem lehet mondani, hogy sokat vittem volna fel belőle, de hát sajnos ez itt így rátapad az ujjamra, úgyhogy ez nem igazán bírta ezt a fajta kiképzést. Én azt mondanám, hogy így első benyomásra és egy ilyen random vizes teszt után én amit nagyon tudok ajánlani az ez a Catrice vízálló pirosító, szerintem ez nagyon szuper. Aztán a Pupa vízálló folyékony szemfesték, ez egyszerűen tényleg zseniális, tehát ez nagyon-nagyon bejön nekem. The Body Shop Lash Sport szempillaspirál szintén nagyon szuper, tényleg nagyon szép szempillákat csinál és valóban vízálló. Bár nem vízálló termék, de ez a Catrice Prime and Fine Goodbye Pores primer nagyon jó, hogyha valaki egy olyan primert keres, ami mattító, illetve bőrtökéletesítő hatású. A L'Oréal két lépéses tartós hajakrúzs szintén nagyon szuper. Ami nem annyira jött be, az a Catrice The Little Black One szempillaspirál. Ennek igazából a hatása sem tetszik, tehát amit a szempillákkal csinál, illetve ez nekem valahogy nem igazán vízálló. Ez a Catrice ajakbalzsam sem lett a kedvencem, illetve a Pupa Sport Addicted sminkfixáló sem, mert nagyon finom permetett szór, alig éreztem, hogy bármi is történne az arcomon, ugyanakkor itt-ott meg voltak ilyen nagyobb cseppek, szóval valami itt a szórófejével nem teljesen oké. Lehet, hogy majd megpróbálom kitisztítani, aztán kipróbálom még egyszer, de most így elsőre annyira nem jött be nekem. Ennyi lett volna ez a mai videó, remélem, hogy tetszett nektek. Hogyha igen, akkor nyomjatok egy lájkot, és írjátok meg kommentben, hogyha nektek esetleg van valamilyen jól bevált vízálló sminketek. Köszönöm, hogy ezúttal is velem tartottatok, legyen szép napotok, sziasztok!